Véget ért a nyár, hajunk kikérően véve, mit tehetünk ősszel a hajunk érdekében. Ugye két oldalról kell megközelíteni a témát, hiszen a hajnak két vége van, az egyik a fejben, a másik pedig a hajszál, ami már ugye kinőtt. Mind a kettőnek szükség van a nyár utáni ápolásra. Egyrészt ugye nedvességet veszi a haj a nyár folyamán, az UV-sugárzás hatására pedig akár töredezhet is. Mindenképpen én egy hasonló színmélységű vagy hasonló tónusú, de színezést javaslok nyár után a festett hajú vendégeknek. Emellett természetesen az ápolás, a pakolások és a különböző hidratáló termékek nagyon fontosak. Csak akkor beszélhetünk egy szép frizuráról, hogyha annak az alapja, annak a szerkezete egészséges, és minden erre épül rá, tehát csak egy ápolt és egészséges hajat lehet gyönyörűen megfesteni vagy megvágni. Említette a hajbalzsamot, hajpakolásokat. Én azt gondoltam volna, hogy inkább essek neki ollóval, és mondjuk vágjam le a hajamnak a töredezett végeit, mert bár nyáron nem nagyon használ az ember hajszárítót, mert ugye frizura függő ez is persze, de hogy a hajbalzsam az nem akkora segítség, mint hogyha tényleg megválunk a töredezett részektől akár. A legfontosabb a hajnak a nedvesség megőrzése, és hogyha ezt tartósan tudjuk a hajnak adni, akkor nincs szükség arra. Természetesen, ha már egy olyan hajról beszélünk, ami szét van vasalva, vagy szét van dajárolva, az ott mindenképpen egy egészségügyi vágás azt muszáj, hogy alkalmazzunk, de nem feltétlenül az olló a megoldás. Azt vettem észre, hogy ha hajbalzsamot használok, akkor sokkal gyorsabban zsírosodik a hajam. Ez összefüggésben van a hajbalzsam összetételével, vagy hogy az én hajammal van némi probléma? Mindenképpen a megfelelő hajra megfelelő balzsamot, illetve pakolást és ápolószereket kell kiválasztani. Ebben a fodrászok vannak segítségére mindenkinek, minden vendégnek, és ha ilyen kommandószerű saját akciót kezdeményez az ember, akkor ez előfordulhat, hogy ez egy kicsit visszajárosul el. Én bátran ajánlom a vendégeimnek is, hogy heti két-három alkalommal nyugodtan feküdjenek úgy le, ha ezt az életvitelük megengedi, hogy a hajukban marad az ápoló, és úgy aludjanak el, és másnap reggel nagyságrendekkel könnyebben, és jobb állapotba kerülhet az a haj, ami az előző nap még egy sérült, egy érzékenyebb haj volt. Most akkor először is rendbe teszi a haját hajbalzsamok segítségével. Igen, ám, de nem bízik ezekben a készen kapható hajbalzsamokban. Akkor otthon valahogy magának tud kotyvasztani erre a megfelelő hajbalzsamot? Természetesen van mézes, tojásos, stb. Pakolás, amit otthon ki lehet próbálni. Ártani nem szokott a hajnak, de ha valakinek komolyabban igénybe vett haja van, és szeretne egy rendes és korrekt ápolást neki, akkor mindenképpen szerintem professzionális termékeket használjon.